Budapest főpolgármestere szerint minden rendben van a 99 mozgalom gazdálkodásával, és soha nem tett olyan kijelentést, hogy a főváros pénzügye augusztusra negatívba fordulna. Helyettese Tüttő Kata ennek ellenére a vízdiak emeléséről beszél, és főnökéhez hasonlóan a kormányt okolja. Vendégem Tarlós István, korábbi főpolgármester. Jó estét kívánok! Csókolom, jó estét kívánok! Sokszor beszélgettünk már itt ebben a stúdióban, de szerintem még egyszer se kérdeztem meg, hogy ha jelenleg ön lenne főpolgármester, akkor ilyen anyagi helyzetben lenne most a büdzsé? Nézze, 4 éve nem vagyok már gyakorlatilag én a főpolgármester. Azt hiszem, hogy nem. Hát először is más lenne nyilván az együttműködés a kormánnyal, mert így együttműködni nagyon nehéz, de erről is beszélgettünk már, ezt fölösleges átismételni. Én annyit tudok, hogy igazán szép summát hagytunk a kasszában, és nagyon jelentős mértékben megemelkedett az iparűzési adóbevétel, tehát hogy onnan hogy lehetett eljutni idáig, ezt nehezen tudom megérteni. Nyilvánvaló, hogy itt az ideológiák összecsapnak, és mindenki mondja a magáét, de azt biztosan tudom mondani, hogy nem csak az én időmben, de azt megelőzően már Demszky idejében sem merült fel soha az esélye annak komolyan, hogy Budapest csődbe jusson, ilyen a rendszerváltozás óta, tehát 33 év óta fel sem merült, hogy most mi a pontos igazság, nem tudom, mert nem egészen egyeznek a főváros vezetőinek a kijelentései erről, mindent el tudok képzelni. Azt is, hogy csőd közeli helyzetben van valóban a város, azt se zárom ki, hogy egy műbalhé, amiről szó van. Ja, de korábban Kisambrus főpolgármester helyettes is azt mondta, Karácsony Gergely is mondott olyat, hogy rendkívül nehéz az anyagi helyzete a fővárosnak, és nyár végére, őszre komoly problémák lehetnek. Hát most, ha szó szerint nem is azt mondták, hogy csődbe jut, de hogy nem tudnak bizonyos feladatokat ellátni, az már elhangzott. Most, amit meglátunk, hogy nyár elejétől egy ilyen mentő csomagot próbálnak a gyakorlatban megvalósítani, azóta pedig ugye a BKK jegyeken emeltek, a vízdíj most szóba került, nem a lakossági, ők azt mondják, hanem ugye a cégekre vonatkozó, de most Tüttőkat arról is beszél, hogy a közvilágítás, a kasszálás, közlekedés, ezekből vonnának el pénzt, hogyha mondjuk a vízdíjat nem emelnék. Tehát valahogy próbálják menteni a helyzetet, nem tudom, hogy mondjuk ezek a foltozgatások, hogy látja, ezek elegendőek? Nem tudom megítélni. Az a helyzet, hogy végül is nem lehet tudni, hogy valójában ezt a várost kivezeti. Most az, hogy a főpolgármester és a helyettese nyilatkozatai között diszkrepancia van, ez már egy megszokott dolog. Aztán elmegy ez a kommunikáció egy virtuális tartományba, jönnek az ideológiai összecsapások, tehát nem a számok nyelvén beszélnek valójában, hogy a helyzet ma pontosan mi, ez nagyon nehéz félig meddig, vagy már majdnem egészen kívülről megítélni. Nyilván vannak információim, éppen a korábbi pénzügyi helyettesem ott ül a közgyűlésben, tehát amit ebből a körből hallok, az annyi, hogy a város pénzügyi helyzete valóban nagyon nehéz. Most ezt másképp indokolja a jelenlegi városvezetés, és megint másképp indokolja a kormány és a kormány közeli nyilatkozók. Hát az utóbbihoz a számok, a tények, a valóság az közelebbinek látszik. Ezt le lehet egyszerűsíteni. Karácsony Gergely és helyettesei azt mondják, hogy a kormány miatt vannak ilyen nehéz helyzetben. Hát emlékszünk, még azért önnek is voltak vitái a kormányzattal, valahogy mégis megszületett az a bizonyos konszenzus. Igen. Szóval én úgy látom, hogy egyre kevésbé számít a valóság. A valóság az ugye nekem azt jelenti, hogy nem értékítéletfüggő valami. Ennek egy nagyon jó példája, hogy itt csukva beszéltük az elején a Lánchíd ügye. Azt hallom, hogy
hát határidőn belül elkészült a Lánchíd. Ez így szamárság, azt lehet mondani, hogy a később megkötött szerződés alapján mondható, hogy határidőn belül, de a Lánchíd átidásának az eredeti tervezett határidő az 2021 vége volt. Aztán jött az a játék, hogy megpróbálkoztak azt mondani, hogy a Lánchidat olcsóbban újítják fel. Itt azt a trükköt próbálták elsütni, hogy mi ugye fel akartuk újítani a pesti oldali villamosalagutat, és egy az egybe elhagyták, és a műszakilag lényegesebb, szűkebb megoldásnak a bekerülési költségét próbálták összehasonlítani a sokkal jelentősebb műszaki megoldásnak a költségével, ezt is eljátszották. Magam is láttam azt a megállapodást, amit a főpolgármester aláírt, azt hiszem Gulyás Gergely miniszter úrral, hogy 18 hónapon belül át kell adni a teljes forgalomnak, a korábbi forgalomnak a Lánchidat, akkor jár a 6 milliárd forint. Én is ilyen feltételekkel kaptam volna meg a 6 milliárd forintot, tehát ez a feltétel nyilván nem teljesült, tehát a valóság elemek, ezek nem játszanak szerepet. Tehát egy híres nemzetközi liberális közéleti személyiség egész őszintén elmondta egy-két évvel ezelőtt, hogy mondjuk az online térben a tényeknek, a valóságnak nincs szerepe. Én nagyon úgy látom, hogy ez ma is így van. Hát ha a valóságot nézzük, akkor az egész Lánchíd átadás és annak az interpretálása egy vicc és a valósága köszönő viszonyban nincs, ehhez képest mégis piknik van, ami nem a nagy baj mondjuk, bár ilyeneket még Demszki se csinált, igaz, hogy megünnepelte, mikor elnevezte az fúrópajzsokat, de azért pár ezer ember, ennyi szimpatizás van, meg ki nem megy oda, ha ingyen adnak fagylaltot, meg vattacukrot, de hát ahogy az egész Lánchíd történetet interpretálnak, az semmi köze nincs a valósághoz, az kifejezetten egy értékítélettel összefüggő kommunikáció, és nem pedig a valóság. Akkor ez azt is jelenti, hogy ön szerint Karácsony Gergely virtuális Budapestet vezet, és ami a fővárosban ténylegesen van, azzal nem feltétlenül foglalkozik? Hát valójában muszáj azt mondom, hogy valami ilyesmi történik, mert akárhova nézünk, olyan sok minden a városban az utóbbi négy évben nem történt, ami új kezdeményezés. Hát volt a 3-as metró infrastruktúra rekonstrukciója, amire mi szereztük meg a pénzt, mi készítettük elő, terveztettük meg, engedélyeztettük, sőt a több mint egyharmadát de facto meg is valósítottuk, tehát én örülök, meg gratulálok, hogy befejezték, ahogy a Lánchídnak is örülök, de mondjuk a szerepük visszafogott volt ebbe, hát itt is a kormány támadják, én nem akarom foggal, körömmel, okalok nélkül védeni a kormány, de a kormány a Lánchíd infrastruktúra felújításához kifizette az önrészt, mert ugye az unió önrészt követelt meg, ennek a munkának a 3-as metró infrastruktúrájának a felújítása az javarészt uniós pénzből készült, ehhez adott a kormány egyszer 26 milliárdot az önrészt, és további 40, már nem emlékszem arra pontosan, 41 vagy 45 milliárdot még ezen felül, hát ez a végén több mint 70 milliárd volt, amit a kormány adott, és tudja, hogy a város ehhez mennyit tett hozzá, összesen 7 milliárdot. Az akadálymentesítést és némi pótmunkákat. Tehát gyakorlatilag a kormány a 3-as metró infrastruktúra felújításhoz körülbelül pont 10-szer annyi pénzt adott, mint a főváros. Ahogy említettem, az iparűzési adóbevétel is megdőlt. Itt mentek a kommunikációs játékok ugye szociális adóval is, szolidaritási adóval is. Igen. Hát ott is valótlan számokat közöltek, ismételgették a végtelenségig, az én időmben is kétszerese volt, mint amennyit mondtak. Varga miniszter úrral én is csatáztam, nem örültem, de előre mondta fél évvel korábban, hogy jövőre
nektek is még több lesz. Tehát ez nem egy jelenlegi városvezetést megcélzó politikai támadás volt, hanem ezt nekem is kilátásba helyezték. Tehát arról beszélek, hogy sajnos egyre inkább ott tartunk, hogy itt egy ilyen ideológiai, indulati, érzelmi síkra terelődött a teljes Budapest politika. Ugye az ellenzék, vegye figyelembe, hogy most már 13 éve nincs hatalomba. Ez az ellenzéket meg szokta viselni mindenütt a világon. Itt nagyon megviseli, hatalomról, forrásokról van szó. Amellett pedig ugye rendkívüli különbségek vannak a tényleges ideológiák között. Tehát itt az ideológia magyarán azt jelenti, hát valamikor ugye a marxisták ezt is furcsán magyarázták, minden olyan volt, ami, hogy az nem a valóságot tükrözi, kivéve a marxista ideológiát, ami persze tudományos volt. Na de hát ez végül is filozófiáról szól, vallásról szól, értékekről szól. Hát itt ma ez az úgynevezett paradigma, hát ez mindenütt a világon érdekalapú, érdekfüggő. Ma is az egész világban. Milyen paradigma érvényesül? Az amerikai paradigma. Ennek van alávetve az európai is, a magyar ellenzék meg még az Európai Uniós paradigmának is alá van vetve. Hát ők ott küzdenek, azokat akarják kiszolgálni, ezek nem feltétlenül egyeznek a nemzeti érdekekkel. Hát erről is megy egy harc. Tulajdonképpen Budapesten sajnos az a helyzet, hogy az ország egészével ellentétben sokkal közelebb áll Budapest meghatározó része ehhez a paradigmához, ehhez az amerikai eredetű paradigmához, mint az ország egésze. Na igen, de miért érdeke a jelenlegi városvezetésnek azt mondani, illetve úgy dolgozni, hogy csődközeli helyzetben van az önkormányzat, mikor az emberek arra panaszkodnak, hogy nehéz közlekedni, hogy koszosak az utcák, hogy nincs elég zöld park, hogy drágul a BKV-jegy, hogy hadd ne soroljam még ezeket, több a biciklis út, és az autósoknak ez nehéz. Tehát miért érdeke a jelenlegi városvezetésnek mindezt megvalósítani, hogyha ez csak elégedetlenséget szül a lakosság körében? Hát ennek két oka van. Az egyik ok az, hogy nekem a meggyőződéssel határos, már tapasztalati úton szerzett feltételezésem, hogy a városvezetés nem önálló, legalábbis a főpolgármester nem önálló, ő egy elég kiszolgáltatott helyzetben van. Azt nem tudom, hogy valósággal ő mit szeretne, mit nem, de ez a közgyűlés arányaiból is, és az ellenzéki struktúrából is következik, hogy nagyon kevés lehet a főpolgármester önálló mozgástere. A másik pedig az, hogy ugye arra számítanak, hogy a jövő évi önkormányzati választáson nem a teljesítményé lesz a főszerep. Így gyakorlatilag a hangulati befolyásolásra, a kommunikáció szemléletére, beállítottságára és a budapesti relatív többség befolyásolhatóságára és agymosására megy ki a játék. Nyilvánvaló, hogy nem azzal foglalkoznak elsősorban, hogy mik a tényleges teljesítmények, hanem hogy a hangulat, az indulatok Budapesten milyen irányba és milyen mértékben befolyásolhatók. Ma már számomra egész világos, hogy erről van szó, és annyira nem is érdekli őket, hogy mik a főváros teljesítményei. Arra számítanak, hogy a fővárosban az önkormányzati választás nem a teljesítményekről fog szólni, hanem a hangulatról, az indulatokról és a különböző hatalommal összefüggő vágyaknak a kielégítési lehetőségeiről. Ha most ön lenne Karácsony Gergely helyében, emelne ezeken a díjakon, mint a BKV vonaljegy, a gyűjtőára, a vízdíj, a szemétszállítás, bármi? Hát a vízdíjat annyira nem tudom megítélni, ugye valamikor Demszkék 97 táján eladták a vízműveket, amit én 2012-ben visszavásároltam. Ma is jelentős még a felújítási igény, de a külföldi partner, nem akarom az országot most megnevezni, nem tartotta be megállapodást, és brutálisan elmaradtak a
felújítási, karbantartási munkákkal, ugye a rezsicsökkentés a lakosság érdekében történik, nem pedig a cégek érdekében. Most ezt valamelyest akarják kiegyenlíteni, tehát valóban a városvezetés a lakossági terhek kontójára azt növelve akarja itt a büdzséjét javítani. Én azt hiszem, hogy nem kerültünk volna ilyen helyzetbe, bár több mint 10 évig én nem emeltem közlekedési díjakat. Nem lehet könnyű helyzetben most a főváros, én nem zárom ki, hogy valóban nincs messze a csőd, de határozottan az a véleménye, hogy ennek a szituációnak az előállításában a városvezetés messze nem olyan ártatlan, mint hogy az ellenzéki média szélsőséges, néha szóhasználatában is minősíthetetlen kommunikációból is megpróbál körvonalazódni vagy kirajzolódni. Tarlós István, köszönöm, hogy eljött hozzá. Köszönöm a meghívást.